Üdvözlök mindenkit az ISH újdonságok előadásán 2021-ben. Várkonyi Dávid vagyok, KLDE-nek a magyarországi képviselete. Egy pár lépésben szeretném önöknek bemutatni az idei újdonságainkat, és ehhez egy kis történelmet is hozzáfűznék, méghozzá 1918 óta létezik a KLDE cég, amely most már a negyedik generációjában vezeti a negyedik generációja vezeti már a céget. Ez 100%-osan német gyártmány, ez nagyon fontos. 800 alkalmazottal rendelkezünk jelen pillanatban világszerte, és több mint 80 országban vagyunk jelen. A KLDE zománcozott acél egy egyedi, fenntartható és tartós termék, amely 30 év garanciát van maga után. Ez nyilván feltételekhez kötött. Az acél és az üvegnek a ötvözése, ebből lesz a KLDE acélzománc. Az acélnak a robosztussága, az üvegnek a keménységével, ezáltal lesz ennyire ellenálló és strapabíró ez a termék. Fontos még megemlíteni, ugye, hogy 100%-ban újrahasznosítható minden egyes KLDE termék, így ez is egy értékesítési szempont lehet. Újdonságként, elsőként a zuhany megoldásokban a Nexis zuhanytálcát tudnám bemutatni, ami egy befektetés, ami megéri. A Nexis zuhanytálca egyesíti a fürdőszobában alkalmazott beépítési módokat. Gondolok itt ugye a zuhanyfolyóka és a zuhanytálcának a beépítési módjaira. A Nexis a lefolyó dizájnját, tehát ennek a folyóka dizájnját előszerelve szállítjuk egy szintben a padlóval, ugye ezt ötvözi a fugamentes felületek, ugye a zuhanytálcáknak fugamentes felületek, a könnyen tisztítható és tartós felületében. Tehát nagyon modern ez a Nexis. A Nexis-t 4:1 csomagban szállítjuk. Ezt úgy kell érteni, hogy van ugye az alaptest, maga a Nexis, van a vízszigetelő gallér, ez rá van ragasztva az alaptestre alulról. Van maga a polisztirol tartó szerkezet, ez adja a lejtést, tehát itt a kivitelezés során nem kell a lejtéssel foglalkoznunk, hanem ez a habágy határozza ezt meg. Illetve a lefolyónak az alaptestét, amihez majd a szifont rögzítjük. Háromféle beépítési mód létezik, ezt mindenki eldöntheti saját maga, hogy melyiket szeretné alkalmazni. Az egyik ugye a Nexis System Board, ez szintén egy újdonság idei évtől. A System Board egy rétegelt lemez, amely lábakkal van ellátva, és ezt fentről, innen fentről lehet csavarokkal állítani a vízszintet. A második az az esztris, tehát a hajzat kiegyenlítővel föl kell töltenünk a Nexisnek a legmagasabb pontjáig. Illetve az XPS, ugye a lépésálló anyagból készült, vagy lépésálló lapokból lehet még kiegyenlíteni ezt a hézagot. Én a újdonságként ugye ezt az system boardot ajánlom, javaslom, szerintem ez a legprofesszionálisabb beépítési módja. Jó, ennek a rendszerpanelnek
Nagy előnye, mint mondtam már, hogy fentről, tehát miután leraktuk, fentről lehet állítgatni a lábakat, finom állítást lehet elvégezni, 16 magasságban állítható ez a láb. Ez teljesen sík, besülyeztet, teljesen sík felületet eredményez. Felülről finomra hangolva egyenlíti ki a padlót, úgymond. És nem utolsó sorban utólag is mozdítható, ugye, ami egy esztrisnél nem elmondható. Már adjuk hozzá a Nexishez a élvédő profilokat is. Ezek a élvédő, illetve burkolatváltó profilok. Ez kétféle méretben létezik. Ami ugye itt a, mivel lejtés van a Nexisben, ezért itt a burkolatot ezzel tudjuk szépen átváltani. És akkor egy Nexis tökéletes beépítése, az így néz ki. Kádavej szín és stílus. Idei újdonságként új színekkel szeretnénk brillírozni. Egy teljesen új, összehangolt színkollekcióval, amely teljesen szabadon kombinálható. Ezek a színek, a Coordinated Colors volt régen, CCC színeknek is nevezzük, a ma aktuális csempe trendeknek megfelelően lettek kiválasztva, a hideg és meleg színek. Az alpin fehér, matt, az alpin matt és az alpin fényes fehér, a matt fekete, és a fényes fekete az már ugye a Sanitary Colors-hoz tartozik, kerültek még hozzá ehhez a színpalettához. A szállítási idő, ez nagyon fontos, itt megegyezik az eredeti alpin fehér szállítási határidejével. Hát egy kis segítséget szeretnénk nyújtani az értékesítésben is. Kaphatóak már ezek, illetve rendelhetőek már ezek a mintakönyv és a zománc minta. Ezek az új zománc minták sokkal átdolgozottabbak, szebbek. A mintakönyvben is szerepel már különböző eszközök, zománc minta, mintakönyv, mint ugye az egész display. Ezek mind egy speciális értékesítési élményt kínálnak a vásárlóknak, és az értékesítőknek is természetesen egyaránt. Tartalmaz 24 zománc mintát, az új CCC színeket is, mint zománc bemonatos. És ugye hát a zománc mintáról azt kell tudni, hogy ez egy itt értékesítésben meg lehet mutatni a keménységét, az ellenállhatóságát. Jó, újra a CCC színekhez szintén hozzá csatolandó az új, milyen a mosdótálnak a színei. Ezek a következőek lesznek. Navy Blue matt. Ez egy matt kék, égszínkék szín, mély kék inkább, egy tökéletesen visszatükrözi az aktuális tengeri és gazdasági trendeket. Ez a matt szín kihangsúlyozhatja az élet természetes hangulatát. A Sweet Love édes szerelemként is hívható, nevezhető szín, illetve a Soft Touch, mint mély álom, puha érintés, és akkor ugye a Deep Dream az a mély álom. Egyedülállóan erős színek az olyan vásárlóknak, akik szeretnék a fürdőszobájukat jó hangulatú karakteres térre varázsolni. Magas fényességi szintjüknek köszönhetően abszolút figyelemfelkeltőek a fürdőszobában ezek a színek, szerintem. Ez ugye a Deep Dream. Érdekességképpen ezeket az új színeket,
Ugye ez értékesítés szempontjából majd a Next, vagy a milyen a tálaknál a Coordinated Colors-ben találhatóak majd meg, tehát azok között lehet majd ezeket megrendelni, ez a 4-es színcsoport, és sokaknak feltűnhetett itt ez a név, ez ténylegesen a Brian Adams-el volt kooperációja a Kárdelejnek. A mosdó tálaknál, még visszatérek itt egy diát, rendelhetőek ezek a diszplék, bemutató diszplék, mindegyikről külön lehet majd érdeklődni. Mosdóknál, mint újdonság, kapható még idei újdonságként végre a Kajonó családnak is a saját mosdója. Ugye ez azért fontos, mert a Kajonóhoz eddig csak a Konót tudtuk ajánlani, ami dizájnban megfelelő volt. Most már a saját mosdója ez jóval a csökkentett módban elérhető, tehát ugye a Kajonó, mint tudjuk, alulról a második árkategóriájú termékünk, így ennek fényében a Kajonó mosdó is ide tartozik. Tehát a mosdótál az alulról beépíthető mosdó, illetve a ráültethető mosdó. Jó, és akkor... Hát egy teljes Kajonó családdal tudunk szolgálni, amely tökéletes projektekhez is, tökéletes a mindennapos értékesítésben, egy nagyon-nagyon kifejlett családról beszéltünk. Jó. Túlfolyóról érdekes még itt megemlíteni, a Kajonó kapott egy rejtett túlfolyót, ami azt jelenti, hogy ugye a túlfolyó egyrészt a beépítés után szinte láthatatlan, mert ugye felénk van, tehát azon az oldalon, amit első ránézésre az ember nem lát. Eddig ugye mindig szemben volt a túlfolyó, ez csúnyította valamilyen szinten, illetve ugye ez teljesen beleolvad, igaz, hogy króm, de beleolvad az anyagba, magába az anyagba. Így mondhatjuk, hogy ez egy rejtett túlfolyó. Új mosdónk, szintén mosdótál, a Ming nevet kapta. A Ming tiszta sziluett, jellegzetes Ming elemmel az időtlen szobrászati forma érdekében jeleníti meg a formát. Dizájn főpontja az elegáns és keskeny élek, magas minőségű kárdelej acélzománcból. Újdonságként a rendszermegoldások. Itt történt egy fejlesztés, méghozzá a lefolyó garnitúráknál. Vegyük például a K90-es lefolyó garnitúrát, ami eddig 328 féle variációban kapható, 40 plusz 40 variációban volt kapható még az ESR kerethez, és ugye ehhez még plusz egy hajrács volt. Ugyanez a nagy, itt nagy számok vannak még ugye a többi lefolyónál is. Ezt csökkentettük most le, méghozzá három darab lefolyó garnitúránkon. Mindegyik kompatibilis az mindegyik beépítő keretünkkel, és mindegyik kapható a Coordinated Colors-ben, tehát ugye azokkal az ománcozott lefolyó fedelekkel, illetve plusz Secure Plus bevonattal is, tehát hogyha a csúszásmentes bevonatot választjuk, Secure Plus bevonatot, az is pluszban kapható. A Sanitaire színek, ez az 5 Sanitaire szín, ami választható eddig, illetve ugye a normál Chrome felület. Tehát így a 3
lett plusz 40 színnel variálható, és ez összesen 43 variáció most jelen pillanatban. Ugye a K, a 90-es zuhanytálca szifon esetében. Nagyon fontos, hogy itt a csomagolási egység is változott, méghozzá hajrács került a csomagolásba. Ugye a krómfedél az benne van mindig most már, a imbusz kulcs van hozzá, szerelési elemek, illetve maga az alaptest. Jó, a továbbfejlesztett rögzítési elemmel is bővült a lefolyó garnitúra, méghozzá a fedélnél az eddigi bajonettzárat felváltotta az intelligens behúzós technikájú fedél. Ugye a KA120-as lefolyónál ott is változás van, mivel ott ugye nem rendelhető krómban, ezért ott csak 42 variációval rendelhetjük. Ugye itt is a intelligens behúzó push-in csatlakozásra alakult át az eddigi bajonetes zár, és ugyanúgy hajrács került a csomagolásba. Örömmel jelentem be, hogy új szabadon álló kárddal is rendelkezünk idei évtől, méghozzá a Classic Duo Oval szabadon álló kárdjával, aminek az belső alapteste kárdevej acélzománc, a külső pedig egy poliuretán köppeny, ami azt teszi lehetővé, hogy a belső az összes Coordinated Colors CCC színben rendelhető, a köppeny pedig a fehér, matfehér, fényes fekete és matfekete színben variálható. Egy új weboldal is készültünk, ez már most is él és virul, ezt meg lehet nézni, lehet szörfölni, böngészni rajta, érdemes körbenézni, nagyon jó újdonságok keletkeztek itt az oldalon belül, nagyon jó információk vannak, ugye ez nyilván a .com, tehát a kdevej.com weboldal, illetve a kdevej.de weboldal, ami fejlesztés és új termékterület, tehát a termékeknek a területe az teljesen megújult, új navigációs sáv van felül, 3D-s fürdőszoba tervező. Itt van, 3D-s fürdőszoba tervező van már a weboldalon, ez lehet segítség is, illetve ugye eddig volt a konfigurátor, ami minden termékhez konfigurátor, zuhanytálcákhoz is, már mosdókhoz is van, és a kádakhoz is, ez ugyanúgy elérhető. Ha kérdés van, akkor azt most fel lehet tenni. Én megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Ha esetleg olyan kérdés merülne föl, amire nem tudtam hirtelen válaszolni, de nincs idő a válaszadásra, akkor ezt mindenképpen a elkövetkezendő egy-két napban ezt pótoljuk, és minden kérdés meg lesz válaszolva. Jó, itt a chatboxban lehet majd kérdéseket feltenni. Aha, itt jönnek a kérdések közben. Igen, tehát az a kérdés, hogy a Classic Duo-val az szabadon álló kád az kérhető-e köpeny nélkül, természetesen igen, tehát akkor maradunk ugyanannál a kádnál, tehát ez kérhető majd köpeny nélkül is, és hát remélhetőleg ugye a színek azok egyedi színekben nem. Igen. Igen, kajonó mosdók a Coordinated Colors-ben, tehát a CCC színekben kapható, rendelhető, ugyanúgy a Sanitaire színekben.
Ming mosdónak a színei, nagyon jó kérdés. Ming mosdónak a színei az fekete, fehér, matt fekete, matt fehér. Jelen pillanatban. Illetve itt ehhez még én hozzáfűzném, hogy és itt is ez megjelenik kérdésben, hogy milyen a mosdó tálakat, azt ugye ezeket az új extravagáns színeket, a Coordinated Colors, tehát a CCC színek árlistában a negyedik színcsoportban lehet megrendelni. Jó, ugye az új árlista a negyedik hó elsejével érkezik. Igen, a kérdés az, hogy a szifonokat lehet-e, még a régi szifonokat lehet-e kapni? Lehet még kapni a régi szifonokat, ezeket kifuttatjuk most jelen pillanatban. De innentől kezdve az új szifonok az összes kerethez és az összes, igen, az összes beépítési módhoz működnek és létező. Egy a nagyon fontos, nem szabad azt a fehér, piros kis záró kupakot letörni, mert akkor ott ugye kifolyik a víz. Az az ESR keretnek a csatlakozásához való. Jó, és akkor én ezzel megköszönöm a figyelmet, köszönöm szépen. Sziasztok!